Jó napot kívánok, sziasztok! Az új köztársaság korában játszódó regények közül a Throne trilógia után a Jedi Akadémia az egyik legismertebb trilógia. Ennél a regénynél sokkal inkább éreztem, hogy egy trilógia nyitó darabját olvasom, mint a Birodalom örökösei esetében, mivel az a dolgok közepébe vágva indított, míg ez elhelyezi a történetet az idővonalon és építkezik az előző regényekből. Luke Jedi jelöltek keresésének és egy akadémián való képzésüknek az engedélyezésére és támogatására kéri a szenátust, hogy végül az új köztársaság védelmezőivé válhassanak. A Jedi maga biztosan adja elő elképzeléseit, a keresés során bizonyítania kell jó szándékát, barátságosan közeledik lehetséges tanítványai felé, meg kell felelni a kihívásoknak, nem futamodhat meg, a megpróbáltatások egy kicsit gyenge és határozatlan színben tüntetik fel. Leia szomorkodását enyhíti a tudat, hogy néhány nap múlva viszont láthatja az ikreket, de az örömét beárnyékolja az akaratos, távolságtartó, gyanakvó, gúnyolódó, karidai furgon nagykövet fogadása. A nő nem akar semmilyen hatalomra, az erőben való olyan jártasságra szert tenni, mint Luke, mivel fél a sötét oldaltól. Feladatának a politikai helytállást és az anyaszerepet tartja. Leia nyugtalan, visszafogja magát, aggódik, ingerülté velük a segítségkérésektől, melyekkel megállás nélkül zaklatják. Han a Chewie társaságában a Kesterre indul egy diplomáciai küldetésre, mely valójában sokkal több annál. Han nem mutatja ki félelmét, gyanakszik, az akciójelenetekben hozza a megszokott formáját. A Kesteri Morus Dul dühös, gyűlöli Han Solót, elbizonytalanodik, kétségbeesve keres megoldást a problémára, paranoiás, haszonleső, fontoskodó, elfoglaltnak mutatja magát. A hatalom megszerzésére való visszaemlékezése tetszik. A Kesszelen játszódó részek egy kicsit hátborzongatóan izgalmasak, ami a nagyon kicsit horrorisztikus jeleneteknek köszönhető. Ezek a későbbi irodott haláloztak és az áramlatok néhány fejezetének ismeretében viszont laza esti meseként hatnak. Gantoris dühös, megveti a külvilágit, távolságtartó, de önbizalma növekedni kezd. Streen a világ elől elvonult remete félve érintkezik az idegenekkel, nyugodt körülmények között szeretne élni. Kip az élet és a birodalom által megtart rabszolga elszánt, merész, magányos. A munkanélküli Lando történetszála, az umguli csöpversenyen való kutakodás szerintem a regény egyik legemlékezetesebb és leghangulatosabb része. Nosztalgiázás esetén nekem ez szokott beugrani először. Amikor először olvastam a könyvet, nagyon tetszett, de most már annak ellenére, hogy izgalmas, nem ájultam el tőle. És most is zavart az a néhány száz oldalankénti indokolatlan ismétlés, ami a szerző később írt regényeiben nagyobb mértéket ölt. A regény és a trilógia nagy hátránya, hogy veszett túl durva spoilereket említ a Throne trilógiából, amit ezért kötelező a regény előtt elolvasni, ha nem akarjuk magunkat megfosztani a meglepetésektől. A kötet második magyar kiadásának hátoldalán levő első mondati spoiler tematizált trilógiájára nézve. A Különbékére és a Sötét Birodalomra tett utalások ehhez képest jelentéktelenek. Nektek mi a véleményetek erről a regényről? Köszönöm a figyelmet, viszontlátásra, sziasztok!